Szeretettel köszöntöm a nézőket a Tabuk tények, titkok a ma esti adásában, és most nagyon radikálisan eltérünk az eddigi műsoroktól, mert mindig rebellis feltalálók, kutatók, felfedezők és külön véleményt megfogalmazó emberek szoktak a műsorban szerepelni, de most kivételesen dr. Bajka István a vendégünk, aki hát félig politikus, tehát a 7. kerület alpolgármestere. Ugye én is alpolgármester családból származom, mert az öcsém a Szerencsen alpolgármester, szoktuk együtt szidni vele a politikát természetesen. De most nem ilyen minőségben jött Bajkai úr ebbe a műsorba, hanem ügyvéd is és szabadalmi ügyeket is visz. És ez ügyben azt gondolom, hogy a kapitalizmus nagyon mellé lőtt. A szabadalmi rendszer ma már nem a feltalálókat, hanem kizárólag a kövér macskákat, azaz a nagyon nagy cégeket védi, mert csak azoknak van pénzük. Tehát egy szabadalmi eljárást végigvinni, az két szempontból is kínos. Egyrészt véleményem szerint elavultak a szabadalmi törvények, tehát a radikálisan új és egy kisembertől származó ötletnek szerintem ma már nincs esélye, hogy végigvigye a nagy cégek elleni pereskedést. Mi erről a véleménye? Hogy látja ezt a dolgot? Tekintve, hogy a Bajkai úr az SBGK-nak az egyik legnagyobb magyar szabadalmi irodának is viszi a peres ügyeit. Először is részben a kérdésre megpróbálok jó választ adni, másrészt én magam is csatlakoznék egy kritikai észrevételéhez, amit az előbb elmondott. Kétségtelen tény, hogy a szabadalmi jogvilága az egy rendkívül bonyolult, rendkívül szerteágazó jogág, és bizony nem könnyű benne kiigazodni. És azt is tudjuk, hogy azok az alkotó emberek, akik feltalálók, újítók, akik maguk új alkotásokat hoznak létre, és a gondolkodásuk középpontjában nem a jog áll, vagy egyáltalán nem az áll, hála Istennek, ezért is lehetnek zsenik, és ezért is lehetnek feltalálók, azok a jog útvesztőiben nagyon nehezen tudnak boldogulni. Az is tény, és ebben is csatlakozni tudok az ön véleményéhez, hogy valamit létrehozni, megalkotni, az egy rendkívüli emberi teljesítmény, ugyanakkor azt úgymond apró, vagy nem is annyira apró pénzzel váltani, tehát a szabadalmi eljárást lefolytatni, azt a szabadalmat megvédeni, fenntartani, az egy költséges eljárás, és ebben a kérdésben nyilvánvalóan előnyben vannak a feltalálókkal szemben azok, üzletemberek, cégek, gyáróriások, multinacionális cégek, akiknél pénz van. Például a szabadalmat megvásárolni, azt hasznosítani, vagy adott esetben egy szabadalomból értékesíthető terméket úgymond kihozni. Tehát kétségtelen, hogy a feltaláló és a nagy cégek között nincsen erőegyensúly egyáltalán. Ezt meg tudom erősíteni. Nyilvánvaló az is tény, hogy ezt azonban annyiban nem cáfolnám, de inkább azt mondanám, hogy a feltalálót azért védi a szabadalmi jog, hisz az ő hatásköre, az ő kizárólagos jogosultsága, hogy bárki másnak a szabadalom hasznosítására, átvételére, továbbfejlesztésére úgymond engedélyt adjon. De ugye minden jog akkor működik, hogyha annak megvannak a, nem csak a jogi, hanem mondjuk adott esetben a pénzügyi feltétele is. Tehát amikor az előbb arról beszéltem, hogy nincs pénzügyi vagyoni egyensúly a feltalálók és a nagy cégek között, a jog próbált ebben az ügyben nyilván védelmet nyújtani a feltalálóknak, de tegyük fel őszintén a kérdést. Ha valaki feltalál egy új eszközt, egy új eljárást, és szeretné, hogy azt hasznosítsa, akkor mit tehet? Hát vagy van rá úgymond kapacitása, lehetősége, pénze, ez az eseteknek töredékében van csak így. Nagyon sok
elveszett szabadalmat, úgymond elveszett lehetőséget láttam pályafutásom során, azért, mert a feltálló saját maga szerette volna megvalósítani az álmait, de ez nem volt sem képessége, nem tudott hitelt felvenni, nem tudott bankokkal tárgyalni, nem ismerték el, és szenvedett szinte egy egész életet. Vagy a másik lehetőség, hogy elmegy olyan befektetőkhöz, olyan cégekhez, akiknek van erre adott esetben kapacitása, képessége, és velük próbál úgymond megállapodni. De ez már egy kiszolgáltatott helyzet, hisz oda megyek, oda viszek egy ötletet, legjobb esetben már egy kész szabadalmat, amit a szabadalom hivatal, most már tudom, új neve van, de egyszerűsítsük le a kedves nézők kedvére a fogalmat, tehát a szabadalom hivatal ezt elismerte, nyilvántartásba vette, beegyezte, és innentől kezdve a pozíciója persze erősebb egy feltalálónak. De még egyszer mondom, önmagában a jogi lehetőség az kevés, a pénzügyi és az erőegyensúly az teljesen más a mai világban. Ugye azt is tudni kell, hogy szabadalmakat megvásárló cégek egész jogi és közgazdasági apparátus tartanak fel arra, hogy egy feltalálóval tárgyaljanak. Sokszor ültem mind a két oldalán az asztalnak, és hát például, amikor egy feltaláló a kis táskájával megérkezik, és bemutatja az ötletét vele, szemben ott ül egy jogász, két jogász, közgazdász, vállalatigazgató, termékmenedzser, akik már megpróbálják úgymond a feltaláló torkán lenyomni az ő üzleti érdekeiket. Ez egyébként majd, hogy nem természetes, idézőjelbe, hisz az ő világuk a profitról szól. A feltaláló világa pedig a találmánynak a hasznosságáról és annak az erejéről szól. Tehát a feltalálók tényleg nincsenek erő egyensúlyban a hasznosítókkal, nincsenek egyensúlyban a nagy cégekkel, és ezt a jog önmagában nem is képes kompenzálni. Azért érdekes ez a helyzet, mert én két szabadalmat is próbáltam az SBGK segítségével végigvinni. Az egyik szabadalom arról szólt volna, hogy hogyan lehet egy hétköznapi háztartásba, egy ekkora kis dobozkába néhány csepp vízzel egy telet végig fűteni. Ez egy hidegfúziós kis kazán lett volna. A másik szerkezet, a másik szabadalom segítségével pedig széndioxidbontás, valamint ugyanilyen fizikai alapokkal villamos energiát lehetett volna előállítani, például egy autó számára, például egy családi ház számára. Mindkét dolog megbukott, mert én magam beletettem körülbelül 5 millió forintot, mögém állt több cég, akik aztán, miután ellopták a megnyert pályázatot, a pénzt zsebre tették, nekem annak idején adtak 1-2 millió forintot szabadalmi ügyre, de hát az sokkal többe kerül, úgyhogy a végén én magam ráfizettem több millió forintot, a szabadalmakból nem lett semmi, így aztán a magyar, meg egyáltalán a háztartásokból fog hiányozni az, hogy ingyen fűtsenek, és magyarán ingyen legyen villamos energiájuk. Én megkeseredve, bukottan, anyagilag kifosztva, tönkremenve jöttem ki ebből a buliból. A tököm tele van ezzel, őszintén szólva. Mi korábban nem találkoztunk, tehát nem ismerem az ügyet, és nagy valószínűség, hogy a szabadalmi ügyvivői kollégákkal vagy szinten próbálta a saját ügyét úgymond előrébb vinni. Ugye az egy jogi kérdés, amit most talán nem tudunk megtárgyalni, mert sok mindent végig kéne menni ebben az ügyben szakmailag, de az egy mindig egy kérdés, hogy valaki megkapja a szabadalmi jogot úgymond, tehát elismeri-e, hívjuk most így ismét, a szabadalmi hivatal az ő feltalálói minősége, tehát az, hogy létre tudott hozni egy újat, valódi újat a technika állásához képest. Elsőbségem volt, tehát semmiféle újdonság, rontást se az európai, se az amerikai, se az indiai, sem a japán hivatal nem talált. Tehát nulla prioritás volt. Mégse tudtam végigvinni, egyszerűen azért, mert kihúzták mögülem a pénzt, ellopták a pályázati pénzeket, utána pedig szevasz-tavasz, annyi volt. Nagyon drága egy ilyen eljárás. Maga szabadalmi eljárás is drága, de ennél még drágább a fenntartásnak az időszaka. Így van, nem jutottam el odáig. Igen, a legtöbb feltaláló, legtöbb szabadalmasnak ez a legnehezebb időszaka,
hiszen amikor elkezdenek jönni a csekkek és a fenntartási illetékek és a szabadalmi ügyvédtől megkapja az értesítést, hogy most tessék befizetni 2,7 millió forintot az Egyesült Államokra vagy az Unióra, akkor bizony elkezd ez az ügy nagyon sürgősé, úgymond, és nagyon nehézé válni. Éppen ez a helyzet, éppen ez az időszak a legveszélyesebb, úgymond a feltaláló számára, mert nagyon kevés idő áll a rendelkezésére, hogy a szabadalmat fenntartsa, és ugyanakkor ez alatt a rövid idő alatt, egyfajta időnyomás alatt kénytelen úgymond megállapodni azokkal, akik adott esetben képesek lennének a szabadalmat hasznosítani. Tehát ez egy nagyon veszélyes időszak, és amit az előbb említettem, az egy formális védelem, formális jogi védelem, hogy a szabadalmasnak kizárólagos joga van a szabadalom hasznosítására, mert ez egy formális jog, de az élet, a gazdasági helyzet, és ahogy fent kell tartani egy szabadalmat és a pénzügyi nyomás, és az időnyomás a feltalálókon rendkívül nagy. Tehát nyilvánvalóan innentől kezdve egyenlőtlenné válik ez a mérkőzés. Ugye biztos ismert a klasszikus mondás, Sándor, hogy mondásával, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyekén biciklivel megyek. Tehát ez az időszak már, amikor a szabadalom úgymond egy kicsit érettebb korszakába kezdene jutni, és fent kellene tartani, na akkor már nincsenek egyenlő pályák egyáltalán a szabadalmas és az úgynevezett hasznosító cégek között. És még valami, amit hozzá kell ehhez azt gondolom tenni, van egy másik kérdés is, ugye ez maga a szabadalmi hivatal, vagy a hivataloknak a működése. Tehát ahhoz, hogy egy feltaláló el tudja jutni abba a pozícióba, hogy valóban értékesítsen egy szabadalmat, hát azt például el kell, hogy ismerje a szabadalmi hivatal. Én számos olyan eljárásról tudok, egészen biztosan professzorul is, ahol maga a szabadalmi hivatal nem ismert fel egy fizikai elvet, nem volt hajlandó elismerni egy újdonságot, és a feltalálóknak a harca az már ekkor ebben a szakaszban megkezdődik. És lehet, hogy évek harca alatt, vagy évek, vagy sokszor évtizedek harca alatt sokan belefáradnak ebbe a küzdelembe. Tehát azt gondolom, ha rajtam múlna, akkor egészen biztosan a feltalálói oldalt nem csak jogi szempontból erősíteném meg, hanem olyan támogató szervezetek útján, amelyik nem idézőjelben profitorientáltak a szó klasszikus értelmében, hanem ebben a korai korszakban ott állnak a feltalálók mellett, jogászok, közgazdászok, pénzügyi segítség, állami védelem, úgymond, és ebben az időszakban védelmet nyújtanak a számukra. Tudom, hogy van erre kezdeményezés, a magyar jogrendszer is, és a magyar jogalkalmazásban is van olyan intézmény, ami feltalálóknak a támogatásával foglalkozik. Működésképtelen. Ezért mondtam önnek, hogy ha rajtam múlna, akkor egészen biztosan a feltalálók pozícióját erősíteni kell. Már csak azért is, mert ebben is azt gondolom, hogy közös állásponton vagyunk, mégiscsak a feltalálók viszik előre ezt a világot. Tehát mégis ezek az alkotó emberek, akik értéket hoznak létre. Igen. A magyar államgépezet notóriusan bukott ebben a dologban. Teljesen impotens, és kizárólag a kövér macskák, a nagy monopóliumok érdekeit védik. Például az ön székében ült a Horváth István professzor, aki föltalálta azt az immunizációs eljárást, aminek segítségével teljesen a haldokló érelmeszesedésben küszködő embereknek belülről ki lehet pucolni az érrendszerét, meg lehet menteni az életét. Egész életében a magyar államgépezet ellen küzdött, mert megpróbált szabadalmat szerezni erre, de a szabadalmi hivatal mindig csak lebunkózta. Ő most súlyos beteg, és ez a találmány, bár több ezer esetben gyönyörűen működött, de el fog bukni. Tehát ez a dolog el fog bukni. Magyarország legjelentősebb találmánya bukott meg. Ez, ha lehet mondani, a Semmelweis féle találmánynál egy fokkal is többet ért. Mit tudott tenni a magyar államgépezet? Fokozatosan mocskolta és perbefogta. Ezt a maró szégyent soha nem fogjuk túlélni. Senki az államgépezetben nem segített a segítségére. Sajnos magát a konkrét esetet csak részben egyes újságcikkel kapcsán is van, tehát közelebbi ismerettségem jogászi szempontból nincs, de azt tudom mondani, hogy, és az egyébként sajnos nem csak Magyarországra igaz, ezt szeretném azért aláhúzni, ez nem csak Magyarországon van így, a feltalálók a világ számos országába küszködnek, hasonlóan vagy másképp, de másot is küszködnek. De mi ettől... De
tudnánk kiugrani. Igen. Ez a mi esélyünk, nekünk nincsen olajunk, aranyunk a földünkben. A mi egyetlen vagyontárgyunk az állampolgáraink szorgalma, találékonysága, invenciózus gondolatai. Nekünk ez az egyetlen aranytartalékunk, és ezt az államgépezet állandóan lebunkózza. Én azt a kifejezést használom, hogyha megengedi, hogy Magyarország, amikor a nagyjainkról beszélünk, Wigner Jenéről, Szilárd Leóról, Neumann Jánosról, aki nem kapott Nobel-díjat, pedig azt gondolom, ha valaki megérdemelte volna, akkor egészen biztosan, és még sokan mások. Tehát amikor a nemzetünk nagyjairól beszélünk, akkor ez nagyon jó érzés kimondani másod. De amikor itt egymás között vagyunk, idézőben a nézők tisztelő figyelme előtt, azért egymás között azért elmondhatjuk, hogy mi itt belül Magyarországon nem támogatjuk a tehetségeket. Sőt, segberúgdossuk. Mi a sikeres embereket majdhogy nem elüldözzük az országból. Így van. Konkrétan. Tehát nem is vagyunk előképpen vállalkozásbarát ország, fogalmazzunk így. Tehát nem az adórendszerre értem azt, hanem milyen a szemlélet. Ember bemegy egy hivatalba, és hogyan bánnak vele. Támogatják, vagy inkább akadályozzák. Vagy ha egy vállalkozó bemegy egy adóhivatalba, akkor jó tanácsot kap, vagy bűnözőt látnak benne. Szóval ezért mondom azt, hogy amikor büszkék vagyunk a saját nemzetünk nagyjaira, akik tényleg óriásokat alkottak, és azt gondolom, hogy büszkék lehetünk mindannyira, akkor sajnos nem kell büszkéknek lenni, vagy nem büszkék nem lehetünk rá, hanem majd, hogy nem szégyenkeznünk el amiatt, hogy egyébként nem vagyunk sikerorientáltak, kellőképpen magyarok, és nem is támogatjuk azokat. Abban is egyetértek, hogy Magyarország területét tekintve, tényleg egy közepes kis országnak tekinthető, Európában azt gondolom inkább a közepes kategóriához tartozunk, de a szellemünk az óriási. Tehát, és nem csak a történelmi szenvedéseink nagyok és óriásiak, hanem a történelmi kisugárzásunk és kultúránk is óriási. Tehát ezt a lehetőséget kellene megalkotni, vagy ezt a lehetőséget kéne megteremteni, mert ezzel a lehetőséggel azt gondolom, hogy valóban ki tudnánk ugrani a nemzetek sorából. És csak ezzel, nincs más lehetőségünk. Tehát mi nem leszünk Szaúd-Arábia vagy Kuvait soha. Hát, szerencsére nem, és azt gondolom, hogy az olaj az egy véges dolog. A szellem az inkább örök, az kőolajnak lesz egy vége. Ön valamennyire azért a nagy politika szélén van. Biztosan ismer nagy kutyákat. Én nem. Én villamoson járok, én soha nem beszélek nagy kutyákkal. Miért ennyire hülyék ők? Miért ennyire szemellenzősek? Miért nem ismerik föl azt, amit ön mondott, hogy ennek az országnak csak ez a kiugrási lehetősége, hogy fölkarolni a tehetségeket, fölkarolni a jó ötleteket, az, ami nem csak az ország, hanem az egész világnak az érdekeit segíti, mert a horvát professzor szerint, hogyha beállt volna mögé a magyar állam, hát iszonyú pénzt tudtunk volna behozni, és ugyanez volt a Kovács Ádám féle rákellenes gyógyszerért. Ott, ahol nagy a baj, meg is jelenik mindig a megoldás. És a Kovács Ádámot és a Kádár rendszertől kezdve minden rendszer rugdosta. Soha nem segítette, mindig gátolta. Úgy halt meg szegény, elfeledve tavaly, hogy még nekrológokat se írtak, pedig egy brilliáns elme volt. Talán úgy közelítenem meg, hogyha megengedi a kérdés, hogy Jóistennek hála, hogy a pályafutásomból is talán következhet ez, meg az életutamból is, hogy akiket én ismerek, és akikre felnézek a politikában, higgyel, azok ismerik ezt a problémát. Tehát is ismerik a magyar nemzetben rejlő lehetőségeket. Azt is el kell mondanom, hogy ez az ország akkor tudott nagyot lépni, nagyot tudott előre lépni a történelme során, amikor sikerült úgymond nagy és közös célokat egységben és egy irányban haladva mondjuk politikát folytatni, vagy gazdaságépítést folytatni. Én azt gondolom, hogy ez szükséges. Túl sok az egymásnak feszülő erő, úgy is fogalmazhatnénk, túl sok front van. És hogyha egy kicsit visszakanyarodunk ahhoz a kérdéséhez, hogy a cégek magatartása milyen a szabadalmasokkal szemben, feltalálókkal szemben, hát azt is hozzá kell tennem, hogy az ő fókuszuk más. Tehát amit talán a beszélgetés elén fél mondat elég említett, a profitorientáltság, a pénzközpontúság az nagyon sok mindent leront. Nem is beszélve arról, hogy nyilván egy multinacionális cégnek, én most
félretés ne essék, nincsenek összeesküvés elméletek a fejemben, de lényegesen nagyobb a befolyása adott esetben a jogalkotásra, vagy a jogalkalmazásra, hát szabadalmi hivatal, és adott, jóval nagyobb a befolyása, jóval nagyobb az ereje, mint egy feltalálónak, akinek csak egy valami van a zsebében, idézőben a fejében, a tudása. Tudása és az ötletei. Minden, de például nem ért ahhoz, hogy hogyan kell tárgyalni egy jogalkalmazóval, a parlament bizottságával, nem is tudja a telefonszámokat, nem is várhatjuk el tőle. Tehát azt gondolom, hogy az egy ideális ország, az az ideális ország, nem tudom, hogy Jóisten kegyelméből el fog-e érkezni, de dolgoznunk kell ezért, az az ideális ország, aki mindenki a saját helyén teljesít jól. Tehát ne várjuk el a feltalálótól, hogy kitűnő jogász legyen, mert ez nem az ő világa, és megjegyzem, a távol is áll az ő világától. De a jogász tenni? Viszont ne legyen feltaláló, a jogász pedig próbálja meg neki segíteni, vagy a jogalkotó. De ezek általánosságok, de mit lehetne konkrétan tenni azért, hogy Magyarország ezt a kiugrási lehetőséget felhasználja? Nincs nagyon más kiugrási lehetőségünk. Legalábbis én azt gondolom, hogy itt csak a tudás és tehetség lenne az, amivel ez az ország előre mehetne, semmi más. Ezt viszont rugdossák és leverik, ez nem egy meritokrácia ez az ország, hanem pontosan az ellenkezője. Ugye azt nyilván tudni kell, hogy a magyar szabadalmi jog, mint minden más jogszabályoknak, ugye összhangban kell állni az uniós jogszabályokkal. Tehát azzal ellentétes jogalkotást úgymond nem fogalmazhatunk meg, és azzal ellentétes irányokat sem lehet úgymond venni nemzetközi egyezményekbe. Ütköző szabályozást például nem alkalmazhatunk. Tehát nyilván az első lépés nem az egyetlen, azt gondolom az egyik megvizsgálni azt, hogy akár az uniós, akár a nemzetközi egyezmények, amik szintén nem feltaláló központúak, azoknak a keretein belül mit lehet tenni, hogy mit lehet módosítani. De tovább megyek. Nagy valószínűséggel itt azért olyan hatalmak, olyan erőkről van szó, hogy mondjuk egy nagy nemzetközi egyezményt, mondjuk a szabadalmak elismerhetőségéről, meg az eljárásról nagyon nehéz egy ilyen országnak, mint Magyarországnak nemzetközi fórumokon megvitatni és megváltoztatni. Ez egészen biztos emberöltőt is fölölelő munka lenne egy jogász számára, vagy egy politikus számára, de amit szerintem lehet tenni, inkább közelebb fókuszálva, olyan úgynevezett sikerorientált szervezeteket létrehozni állami szervezeteknek, amelyeknek egyetlen feladata van. A feltalálók támogatása, és annak a szabadalmaknak az átültetése a gyakorlatba. Semmi nem zárja ki, semmilyen jogszabály nem zárja ki, hogy az állam arra pénzt szánjon, szervezetet hozzon létre, amelyik szabadalmakat hasznosít például. Tehát nem adjuk oda, nem adjuk el, hanem szabadalmakat hasznosít, és egyetlen célja van, hogy ennek a szabadalmaknak a haszna, ennek az országnak a javára váljon. Tudom, hogy minden állami vállalat, minden, amelyik ilyen beavatkozásra vannak ilyen gazdaságfilozófiák, liberális gazdaságfilozófiák, amikor azt mondjuk az állam ne avatkozzon bele a gazdaság szereplői közötti ügyletekbe, de én azt gondolom, és az előbb is innen indultunk ki, hogy amikor nincsenek a fegyverek egyenlősége, tehát egy feltaláló nem áll egyenlő eséllyel és fegyverrel szembe egy milliárdos vállalattal szembe, akkor ott igenis az államnak lehet szerepe, és mondom, semmi nem zárja ki, hogy egy állami vállalat, tudom, hogy ez rosszul hangzik, ez az etatista szemlélet, én nem vagyok egyébként etatista szemléletű, de vannak helyzetek, amikor ezek a segítségekre szükség van. Tehát kifejezetten sikerorientált, szabadalom hasznosító, szabadalmakat támogató, felismerő, és a valódi értékeket támogató hivatal és intézményre lenne szükség. Ilyen van Finnországban, ilyen van Dél-Koreában az egy mondjuk 100 000 főre jutó szabadalmak száma a magyarnál 100-szor nagyobb. Ha valaki dél-koreai és van egy ötlete, az az állam mögé áll és végigcsinálja. Ugyanez van Szaúd-Arábiában, de Szaúd-Arábiában, tehát állampolgári jogon jár neki a nemzetközi szabadalmaztatás összes költsége. De nekik a fülükön jön ki a pénz, mi meg az államadóságban fuldoklunk, ugye. De én őszintén szólva, és tényleg el nem tudom képzelni, hogy a magyar állam képes lenne arra, hogy ezt tényleg végigcsinálja, mert például az én esetemben, amikor ott dübörögne a kis házi kazán, amit megcsináltam, és termeli a hőt, persze, hogy le fog telefonálni a MOL-tól valaki, hogy hát fiúk, hát csak nem gondoljátok komolyan, hogy nekünk konkurenciát csináltok. Vagy ott vannak a gyógyszergyáraink, akik koleszterin ellenes szereket gyártanak. Hát egy névtelen telefonnal el fogják kaszálni ezt a dolgot.
például a horvát profnak a találmányát. Tehát Magyarországról a korrupció miatt el nem tudom képzelni, hogy végig tudná ezt az egyébként nagyszerű dolgot, amit ön fölvetett. Tehát nem tudja ezt a magyar államgépezet megcsinálni, ezért fogunk mindig adósságba fuldokolni. Hát higgy el, hogy egyrészt van olyan politikus, és vannak olyan vezető politikai személyiségek, akik, és azt gondolom, hogy van a politikában is erre, nem úgy fogadókészség, hanem szándék is. Ugye annak idején Szent István király, nekem neveket? Igen, Szent István király annak idején az intelmeiben, Imre Herceghez írott intelmeiben azt mondta, hogy ha egy idegen országba elmész, akkor ne azt nézd, bocsánat, nem szó szerint idézem, ne azt figyeld meg, ne azt nézd meg, hogy vannak-e jó szabályai, jó törvényei, hanem azt nézd meg, hogy a jó törvényekből mit hajtanak végre. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik a jó törvények végrehajtásán, és nagyon sok múlik azon, hogy egyáltalán jó törvényeket alkossunk. Én egyébként Magyarország szerintem most nem fuldoklik államadósságban, ebben nyilván más a nézetünk, de én azt gondolom, hogy, és ebben milyen egyetértek önnel, hogy Magyarországnak az egyik, hanem az egyetlen kiemelkedési lehetőség, hogy kihasználjuk a bennünk lévő erőket. Tehát nyilvánvalóan nem abból fog Magyarország hosszú távon megélni, hogy jobbak leszünk csavargyártásban Kínánál, mert ez egy olcsóbb munkaerővel fogunk szenet előállítani, vagy kitermelni, nincs is szenünk. Tehát nem ez a terület Magyarországnak, nem ebbe kell gondolkodni. Abba kell gondolkodni, hogy mit tudunk újat adni a világnak, amire egyébként lehetne iparágat építeni, akár gyógyszeripart, akár mást. Tehát Magyarországnak nyilvánvalóan ez a legfontosabb útja, és az egyik kiemelkedési lehetőség ebbe egyetértünk. És abban is azt gondolom, hogy az én egyik feladatom, hogyha Jóisten segít és megengedi, akkor nyilván én ebbe fogok működni, hogy Magyarország kiemelkedhessen. De én most szeretném szaván fogni. Tudna nekem mondani neveket, konkrét politikus neveket, aki emögé beállna? És hogyha beállna, eddig miért nem tette? Hát itten a úgynevezett rendszerváltás után eltelt már 25 év. Lett volna idő. De ennek a nyomát nem láttam, csak pont az ellenkezőjét. Hát én azt mondanám, hogy, és így a neveket nem azért mondok, vagy nem mondok, mert egyrésztről nyilván ők is kellenének ehhez, és példálódzó jelleget pedig azért nem szeretnék mondani, mert esetleg még nála fontosabb szemét esetleg kihagynék a felsorolásból. Én azt gondolom, hogy Magyarország egyik nagy hátránya, vagy ennek az országnak a jelenlegi, illetve múltbeli nehézsége, azt, hogy adott esetben fontos kérdések elsikadtak a mindennapos politikai harcokban. Tehát túl sok energia, túl sok úgymond lövés történik a politikában, ami embereket sebesít meg, energiákat vesz el, vagy politikusokat gázolnak el, holott nem kéne, mert egyébként úgymond jó emberek. Tehát túl sok a politikában úgymond a harc, és ahogy mondtam az előbb is, ez a harc rengeteg energiát visz el a jó gondolatoktól, vagy éppen a fő gondolatoktól. Én azt gondolom, hogy tényleg nem szeretnék az általánosság szintjén maradni, mert ez túlzottan deklaratív lenne, és Isten őriz, hogy ennek tűnjek ebben a riportban, de azt gondolom, hogy van erre szándék, mint hogy egyébként van innovációs hivatal, van támogatás hivatalok is. Hivatalok vannak. Igen, tehát vannak, és ezért mondtam önnek, ezért próbáltam idézni Szent Istvánnak Imre Herceghez írott intelmeit, hogy önmagában, ha létrehozunk egy hivatalt a találmányok támogatására, az nagyon fontos, és szerintem, hogyha ők beszámolnak a munkájukról, akkor tudnak eredményeket felmutatni, hanem sokkal fontosabb az, hogy mennyit tartunk be a törvényeinkből. Egyébként például az egészség fejlesztése. Tehát, hogy mennyit fektetünk az egészségbe, vagy az egészséget szolgáló találmányokba. A politika fölismerte, én azt gondolom, és azt gondolom, hogy erre még nagyon sokat kell tennünk, mert kevés ebben a vonatkozásban a konkrétum, az, hogy az egészség az egyik legmegtérülőbb befektetés. Hát pontosan. Csak egészséges ember tud jól dolgozni. Csak egy egészséges ember tud a munkaerőpiacon értékeket létrehozni. Egy beteg ember, hogyha bemegy a munkahelyére, az nem tud úgy alkotni, nem tud úgy dolgozni. Bajka, csak jó. Egy egészséges embernek, vagy bocsánat, egészséges családja adott esetben őket tudja támogatni. Tehát ez egy... Amikor a horvát prof kilincselt politikusoknál, az egyik egész őszintén és nyíltan megmondta, hogy hát nekik nem lenne jó, hogyha
a hosszú ideig élnének az emberek, mert a nyugdíjrendszer ezt nem tudná elviselni. Tehát az államnak őszintén szólva az az érdeke, hogy sok áfa bejöjjön a benzinből, magyarán nem érdekelt a környezetvédelembe. Az államnak nem érdeke az, hogy sok egészséges ember legyen, és hosszú ideig éljenek, és az unokáikat szeretetbe neveljék, mert nyugdíjat kell nekik fizetni. Tehát olyan belső ellentmondások vannak, amire én nem látom a megoldást. A megoldás csak az, hogy ez a társadalom másokkal együtt, de összeroppan. Nyilvánvalóan nem lenne igaz számunkra, magyar emberek számára, hogy egyébként mások is összeroppannak a világban. Tehát ez nyilván nem egy jövőkép, vele nem lehet együtt élni, és azt gondolom, hogy keresztény ember számára, vagy keresztény konzervatív ember számára, és tényleg engedjem meg, hogy ezt a kifejezést használjam, talán túl politikusnak tűnik, de tényleg az ember és a család a legfontosabb, az kell, hogy a gondolkodás a középpontjában álljon. Az kéne. Még a parlamentben is, amikor jogot alkotunk, akkor is, és minden körülmények között, mert hogyha az egészséget, amit mondtam, nem védjük, tehát nem tesszük lehetővé a minél teljesebb, minél boldogabb, minél egészségesebb életet, akkor korán halunk meg, idő előtt halunk meg, idő előtt nem születnek meg találmányok, idő előtt mennek családok tönkre, és hát most nem régen olvastam egy kimutatást, ahol egy embernek a kezelési költsége, tüdőbeteg emberről van szó, ennek a kezelési költsége meghaladta, nyilván ez egy extrém eset, meghaladta 100 millió forintot. Tehát az ő kezelése, és egy tüdő implantáció, stb. És mi okozza a tüdőbetegségek jelentős részét? A környezetszennyezés. Környezetszennyezés, így van. Hogyan lehet a környezetszennyezést megoldani leginkább? Ha nem engedjük a környezetszennyező technológiákat. Mert lehet természetesen védeni, sok fát ültetni, én ezt támogatom, félreértés ne essék, sok virágot, sok gyepet létrehozni, sok teret létrehozni a városokban. Ez nagyon jó, ezt mind támogatni kell, de azért lássuk be, hogy nagyságrendekkel nagyobb hatást tudunk elérni, ha nem engedjük a környezet szennyező technológiákat működni egyáltalán. Tehát ha nincs koromkibocsátás, akkor nincs mit úgymond megvédeni a Dunapartján. Én hiába találtam föl újra Tesla nyomdokain azt a szerkezetet, ami tulajdonképpen vízből, azaz hidrogénből elektromos energiát állít elő. Ugye közös szerelmünk Nikola Tesla 1931-ben Buffalo-ban mutatta be azt a víz, úgynevezett vízautóját, vagy hidrogénautóját, ami egy Pierce Arrow átalakított autót hajtott. Nem mondta el a titkot, de azóta tök véletlenül 10 rájöttek, teljesen más műszaki háttérrel, de össze lehetett rakni a keresztrejtvényt, és ezt nekem 40 éves munkával sikerült is. Megpróbáltam szabadalmaztatni, kísérleti eredményeim voltak, sehová nem jutottam vele. A magyar állam az kifejezetten kizárólag csak ellenség volt ebben a témában, úgy értve, hogy az eredeti cégem a Központi Fizikai Kutatóintézet, ahonnan kiüldöztek, aztán mindenféle pályázatok, ahol ellopták ezeket a pénzeket, és persze a szabadalmi hivatal, aki azt mondta, hogy hát ez ilyen nem is lehetséges. Tehát hülyeség hátán. Én nagyon szeretném, hogyha bekövetkezne az az államállapot, amit ön elmondott, de azt hiszem, hogy ez rózsaszín álom. Hát nézze, Tesla esetében is, amikor az ő életét olvastam, többször átolvastam, és több tanulmányt, írást és könyvet is olvastam az ő életéről. Ezért neki is volt egy, amellett, hogy egy zseni volt, nyilván egy korszakalkotó zseni, 1943-as halálakor, ha jól emlékszem, 3 Nobel-díjas tudós is küldött gyásztáviratot, és abban azt szerepelt, hogy a világ legzseniálisabb feltalálójának a haláláról kell akkor most megemlékezniük. Tehát neki is volt egy úgymond nehézsége, amennyire én az ő életútjából ezt látom. Hogy nehezen, csak az volt. Igen, csak az volt. Nagyon nehezen kommunikált, nagyon nehezen értette meg magát adott esetben más emberekkel, Edisonnal fennálló vitájáról már ne is beszéljük. Tehát a találmányai egy jó része, vagy amit ő felismert, azok egy részét ugye nem írta le,
le, nem hagyta örökül számunkra, és igen, azonban igen. van egy példa rá, hogyha, bár ezt én úgy tudom, hogy sok forrás vitatja, de ebben most nem menjünk bele, mert én nagyon tisztelem, és tényleg egy zseninek tartom ezt az egykori magyar királyság területén született fiatalembert, aki ugye szerb származású, de mégiscsak az akkori Magyarország területén született. Ennek a fiatalembernek az életében a sok keserűség mellett az is megjelent, ami ma is probléma a mai szabadalmi jogban, hogy egyedül maradt. Tehát nem voltak támogatói, és egyedül küzdött. Ennek ellenére azok az alkotások, amelyeket akár csak felvetett, mint problémát, azok mindenképpen korszakalkotóak voltak. És ebben a körben, hát ön egészen biztosan tudja, annak idején, amikor a benzin alapú, tehát szénhidrogén alapú gépjárművek úgymond elterjedtek, akkor nagyon egymás mellett vetétársak voltak az elektromos hajtású, tehát akkumulátort, energiasűrítő berendezés, mondhatnánk egyszerű nyelven az akkumulátorról, és a benzin alapú gépjárművek között egy nagyon közeli állapot volt, és csak azért terjedtek el akkor több mint 100 évvel ezelőtt a benzin alapú gépjárművek, mert idézőjelben az ipar és az olcsóság és a benzinállomásoknak vagy a benzinkutaknak a felépítés egyszerűen gyorsabban ment, tehát azért is terjedt el, és azért gondoljuk azt... Meg az akkumulátorok. Igen, az akkumulátorok akkor még nehezebben voltak, úgymond megvalósíthatók, és az elektromos áramnak az átvitele akkor még nehézségek, vagy jóval nagyobb befektetést igényelt. Tehát egyszerűen befektetés központúság miatt, és nem azért, mert jó vagy rossz volt, az emberiség úgy végigélt most 100-120-130 évet, hogy egy rendkívül környezetszennyező technológiát alkalmazunk, egyébként egy sokkal fejlettebb egészséget nem károsító technológiával szemben. Lehet, hogy 100 év múlva, adja Isten, sokkal korábban az emberiség úgy gondoljon vissza erre a korszakra, mint amikor az emberiség egy ideig egy olcsóbb, de mégiscsak károsabb technológia mellett döntött. Én nyilvánvalóan hiszek az elektromosság, a napenergia, stb. Jövőjében, mert azt gondolom, hogy a Földnek végesek a határai. Talán Teslának ez volt egyik felismerése. Így van, Bajkai úr, van egy rossz hírem. Mindig figyelem az északi sark jégadatait. És abból egyértelműen látszik, hogy a sarki jég a olvad, és gyorsuló mértékben. És ez azt jelenti, hogy 2050-re egész biztosan nyáron az északi sark jégmentes lesz, következésképpen elveszítjük az egyetlen a hőnyelő szerkezetünket az északi féltekén, magyarán megkezdődik a tundrának az olvadás. Ez elkerülhetetlen most már. Így kikerül rengeteg metán, és a metánnak a hőelnyelő képességei azok jobbak, 21-szer több a hőenergiát nyel el a metán, mint a széndioxid. Onnantól kezdve Grönland és Antarktisz olvadása már csak évek kérdése, onnantól kezdve pedig 10 év múlva a New York és a londoni tőzsde víz alatt lesz. Akkor majd érdemes elgondolkozni a találmányok támogatásán. Hát nem is beszél arról, hogy ha jók a fizikai ismereteim, ugye a víz kapacitása, illetve a víz hőelnyelő képessége az olyan, ha jól olvastam, és jók az ismereteim, hogyha most visszaállnánk a 100 évvel ezelőtti hőkibocsátásunkra és károsanyag kibocsátásunkra, akkor is még a víz, ahogy nyeli el az egyes rétegek a hőmennyiséget, az még 100 évig emelkedni fog. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy ha most visszaállnánk egy sokkal korábbi állapotra, akkor is rendkívül nagy veszélyben vagyunk. Több vezető politikus egyébként, államelnökünk is, köztársasági elnökünk is, Áder János úr is, ugye rendkívül amellett van, és többször hangot is adott annak a véleményének, hogy ezen a kis száguldó golyóbison, ezen a földgolyón, amin élünk, amit a világűrben 30 km per másodperc sebessége, attól a nap körül 200 km per óra sebessége, az egész galaxisunk pedig 600 km per órás sebességgel halad, ha jól tudom, ami azt jelenti, hogy másodpercenként most 600 km tettünk meg egy szemvillanással. Szóval ebben a fantasztikus adottságú kis bolygón egyszeri lehetőségek vannak sokszor az életben. Például azt, hogy megmentsük ezt a bolygót, és azt nem lehet eléggé fontosnak tekinteni. Tehát a vonat ennek elment. Igen, tehát ennek kellene a politikának a középpontjában állni. A vonat elment. Mert bocsánat, lehet, hogy ma valaki jó sok pénzt keres, de az ő unokája azt már nem tudja elkölteni. Pontosan. Tehát ez a problémánk. De Bajkai úr, ha ezt ön látja, és más politikusok látják, miért nem tesznek semmit?
Én úgymond nem vagyok fogadatlan provokátor a másoknak, én csak próbálom megérteni a politikának a mozgását és a szerkezetét. Az biztos, hogy a politika, és mondjam, jóval később ismer fel problémákat, mint kellene, és jóval nehezebben hoz döntéseket, mint kellene. Sok tanulmány foglalkozik azzal a világban, hogy az ipar és az ipar ereje az mennyivel nagyobb, mint a jó gondolatoké. Sokkal. Tehát, bocsánat, én most nem Magyarországra akarnék fókuszálni, csak úgy általánosságban mondom, hogyha mondjuk, és akkor menjünk távolra, hogyha az Egyesült Államokban, az szerintem jó példa lehet, hogyha valaki azt szeretné, hogy mondjuk elnök legyen abban az országban, hát a legtöbb lobbival jóba kell lennie. Hát támogatják a kampányát. Vagy egyáltalán föl sem merül már a neve. Tehát úgy szoktam mondani, hogy a politikai kiválasztódás időszaka az úgy néz ki, hogy csak azok a jelöltek maradnak még az ismeretlenségben, egyáltalán azok maradnak talpon, akik ilyen elveket úgymond nem vallanak. Tehát már esély sincs arra úgymond, hogy valaki a topra kerüljön úgy, hogy előtte úgymond az ipar ne szűrte volna meg. Tehát a politikának nincs egy úgymond jó kiválasztódási folyamata. Ez tehát nem a sőt. Igen, tehát itt kezdődik az alapvető probléma. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy politikus úgymond hogyan viselkedik, hanem a politikus hogyan választódik ki. Tehát a politikus úgy választódik-e ki az emberek által, ezt most igyekszem egy abszolút értékes elemként kiemelni, tehát úgy választódik-e ki, hogy megpróbáljuk a legjobb embert megtalálni, aki számunkra jó, vagy úgy választódik ki a politikus, ahogy az ipar vagy a lobby kiválasztják. Pontosan. És ez sajnos ebbe óriási adósságunk van. Tehát nem csak arról van szó, hogy egyes politikus mit szeretne, hanem egyáltalán a politika hogyan alakul ki. Egyáltalán kiből lehet politikus. Már itt kezdődnek a problémák. Ezzel mélységesen egyetértek, és amikor a londoni meg a New York-i tőzsde víz alatt lesz, körülbelül 100 év múlva, akkorra talán a politikusok ezt megértik, akkor az Egyesült Államok már egy szigetország lesz, Anglia már nem lesz a térképen, Hollandia már 50 év múlva nem lesz a térképen, Észak-Németország, Finnország nem lesz a térképen. Nyilván mi be fogjuk fogadni a finn migránsokat, meg a lengyeleket, talán az angolokat, nem tudom, de a hollandok már itt vannak, és örülök neki, de minden idők legnagyobb migránsválságát fogjuk kezelni azért, mert Tesla találmányait nagy évbe leszettük. És ez a 30-as évektől kezdve görgetjük ezt az adósságot. Teslával egy időben egy Henry Moray nevű fiatal utahi feltaláló Teslától függetlenül föltalálta ugyanazt az eljárást, amire aztán én is rábukkantam, és ők ugyanúgy kitörölhették a feneküket azzal, amivel aztán én sehová nem jutunk. A borzalmas az ellenállás, a teljes elkeseredés, az, ami beszél belőlem természetesen, mert ez az ország sem ad esélyt arra, hogy ezek a találmányok megvalósuljanak, hogy legalább ezt a borzalmas válságot, ami már elkerülhetetlen, egy kicsit enyhítsük. Hát azt tudom azért mondani, hogy a világban, hát tudjuk, hogy mondom én ezt keresztény és katolikus emberként, hogy örökké küzdeni kell a rosszal szembe, tehát az jelen van, körülöttünk van, sokszor belénk is költözik, tehát küzdenünk kell mindezekkel szemben. Én ezt akár a feltalálók, akár a környezetvédelem ügyét is egy kicsit így tekintem. Tehát körülöttünk van. De ön tud ezért valamit tenni például? Hát nyilvánvaló saját eszközeimmel mindent megteszek. Én kinek azt gondolom, az asztalára tud rácsapni? Hát kinek az asztalára csap rá az ember, ez bátorságtól is függ természetesen, meg lehetőségtől is. De azt gondolom, hogy ha lehetőséget kapok, és a parlamentben fejtem ki a tevékenységemet, akkor én oda fogok csapni az asztalra. Egy dolgot szeretnék azért
kvázi nem pozitívumként, de én is félek nyilvánvalóan a jövő negatív következményeitől, hogy mi történhet a világgal, mindannyiunk, aki szerintem elgondolkodik a világ jövőjéről és a gyermekei jövőjéről, az unokái jövőjéről, aznak mind ott kell, hogy legyen a gondolkodásában a félelem és az, hogy az aggódás. És a tisztánlátás. És a tisztánlátás. Látni kell az adatokat. Igen, miből következik, mi minek a következménye, azt gondolom, hogy gondolkodó embernek ezt tudnia kell. Vannak, hála Istennek, a világban olyan törekvések, akár a napelemek elterjedése, akár az elektromos autók elterjedése, amelyik azt mutatja, hogy van az emberiségben olyan szándék, amelyik szeretné a jó ügyet szolgálni. Sajnos elég sok áldozata van annak, amíg az emberiség egyik technológiáról áttér egy másik technológiára. Most én egyébként részben azért ezt látom, és nagyon bízom benne, hogy elnézést a kifejezését, lehet, hogy megint távoli a példa, csak kozmológiából veszem, hogyha valamikor a világegyeteme elfért egy protonnyi méretű mérettartományban, akkor elképzelhető, hogy az akkumulátorok sűrítése, mérete és hatékonysága is rövid időn belül úgymond megoldódik. Hisz az is igaz, hogy amikor az emberiségnek szüksége volt váltásra, akkor általában váltott is. Éppen Tesla mondta azt, hogy az ókori rabszolgákat föl fogják váltani majd a robotok, tehát amikor az embereket értelmes, gondolkodó robotok fogják úgymond kiszolgálni, és az ember valóban a jó célokkal tud foglalkozni, és nem azzal például, hogy a bányában a tüdejét rongálva szenet bányásszon. Tehát én azt gondolom, hogy az emberiség el fog ebbe a korszakába jutni, csak ne legyen túl késő, ez az aggodalmunknak a tárgya. Már késő, ez igen, az én véleményem. Igen, tehát nyilván ez a legnagyobb aggodalmunk, hogy valamit felismerünk, de túl későn. A másik pedig, amit szintén talánképpen egyfajta pozitívunként tudok mondani, hogy sajnos nem csak a szabadalmak területén van az emberiségnek nagy adóssága, de ebben úgy látom, hogy van némi fejlődés, hanem hogyha megnézzük, hogy hogyan bánt az emberiség mondjuk Mozarttal, hogy hogyan bánt talán Beethovennek az élete más, de ő is nagyon sokat szenvedett, de Mozart mennyit szenvedett az élete során, és nem is ismerték el maga korába kellőképpen, fiatalon 36 évesen halt meg. Tehát amiről beszélünk, sajnos az emberiségnek általában nagy adóssága, nem csak a feltalálókkal, hanem a gondolkodókkal, az okos és emberek és a zsenikkel kapcsolatban óriási adósságaink vannak. Van egy, lehet, hogy picit távoli a példa, amikor Kínában jártam, akkor az egyik, szándékosan nem fog beszélni cég nevekről, csak az általánosság szintjén egy fantasztikus gyárban jártam, ahol több emeletes, 15-20 emeletes épületekben folyt a fejlesztés, tehát csak fejlesztő mérnökök voltak, ezen olyan több mint 17 ezer fejlesztő mérnök van csak egy helyen. És ez a keleti parton volt, vagy Kínában bent a szárazföldön? Ez a keleti parton volt. Jó, az víz alatt lesz. Lehet, hogy víz alatt, hogy most magát a jelenséget akarom kiemelni, vagy mondani valót. Tehát a mérnökök fejlesztenek nagy és magas épületekben, a tulajdonos viszont egy két emeletes épületben van a pénzügyi osztályval együtt. És akkor megkérdeztük, hogy a világcégnek a tulajdonosa és elnök vezérigazgatója azt mondta, hogy az értéket ott hozzák létre, neki kell messzire látni, nekem elég egy két emeletes épület. Tehát ott megvolt az a felismerés, hogy akik az értéket létrehozzák, azok magasabb, szebb épületekben van, a tulajdonos pedig egy nagyon szerény két emeletes épületben volt a könyvelési osztályával, meg a gazdasági igazgatósággal együtt. Tehát nyilván modellváltásra és gondolkodásra is van szükség ahhoz, hogy az emberiség fönnmaradjon. Én ebben természetesen igyekszek optimista lenni és bízom, de kétségtelen megvan az emberben az aggódás és az, hogy a jövő mit hoz. Már csak pár percünk van hátra, én azt gondolom, hogy késő, biztosan tudom, hogy a vonat elment. A mi generációnk, az én generációm az utolsó, aki már csak öregkorára fog éhezni, az ön generációja úgy fogja befejezni az életét, hogy nagyon súlyos környezeti összeomlást fognak. Hát látni egyszerűen a fölmelegedés és a hőoszcilláció az azt jelenti, hogy szárazságok, hirtelen nagy esők és élelmiszerhiány. Tehát már tegnap késő lett volna emiatt lépni, de ma már sajnos késő. Nekem az a problémám, hogy egyáltalán nem látom azt, hogy a politikába, a politikusokba úgy agyilag megérett volna, hogy vészhelyzet van.
Azt tudom mondani, keresztény vallásunkban van egy nézet, ami úgy szól, talán nem pontosan idézem, és ez inkább keresztény közösségekben hallottam ezt a mondást, valahogy úgy szóltál, nem idézem pontosan, hogy a világot nem az a többség fogja megmenteni, akik a mának élnek és nem hisznek a jövőben, hanem az a kevesek, azon kevesek, akik hisznek a jövőben. Tehát én ebből fogalmazom meg magam számára az erkölcsi parancsokat, meg az életet, hogy hogyan próbálom vinni. Egyrészt a felelősséggel tartozunk az embertársainkért, és azt gondolom, amikor tényleg igyekszünk nagyon pontosan és helyesen értelmezni a Biblia kifejezéseit, tehát amikor felelősséggel tartozunk az embertársainkért. Ez azt jelenti, lefordítva, szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, hogy nem teszek olyat, nem támogatok olyan technológiát, ami a felbarátomnak át. Tehát, mint az Egyesült Államokban valaki egy gyárat épít, az lehet, hogy károsít nekünk. Vagy amit mi csinálunk itt, lehet, hogy a szomszédunknak káros, a szomszédban hozunk létre valamit, egy olyan kibocsátású erőművet, ami káros, az bennünket is károsít. Az emberiség ilyen szempontból még mindig, elnézést a kifejezésért, nem tudom, gyermekkorát éli, tehát nincs meg az a tudatosság, ami meg kéne, hogy legyen. Van egy szomorú idézet, remélem, hogy nem így fog bekövetkezni, és nem ezzel kell úgymond búcsúzni. Valaki azt mondta, hogy az emberiség fejlődésében el fog érni egy nagyon nagy magaslatra, tehát föl fog mászni a hegyre, ahol egyszerre fogja látni a múltját és a pusztulását. Tehát Reméljük, hogy ez nem így lesz. Én azért igyekszem bízni abban, hogy az emberiség megmenekülhet. Köszönöm szépen, ez volt a végszó. Köszönjük szépen.